van az egyik hűtőszekrényünk az ötből, ami teljesen üres. Szépen kitisztítva várja új rendeltetését a hűtőláda. Száraz táppal, plédekkel, takarókkal tervezik telepakolni. A spórolás miatt nem kapcsolják be. Emiatt a havi legalább 30 raklapnyi nyers húsadományról is le kell mondania a szervezetnek. Ez különösen télen lenne fontos a kennelek lakóinak. Amikor bejön a hideg idő, mi minden nap főztünk a kutyusainknak. Kaptunk húst, amit rizssel, tésztával összefőzve etettük a kutyusokkal. Minden nap kétszer meleg ételt tudtunk nekik biztosítani. Most mivel sajnos az áram olyan mértékben drágult meg, ezért sajnos nem tudjuk a hűtőinket használni. A spórolás ellenére is több mint 100 000 forintra nőtt az egyesület áramszámlája havonta, már a kölyök kenneleket sem tudják fűteni. Semmi másra nem használunk államot, mint a világításra, valamint a cicaházba, ugye a fűtésre, valamint itt van egy ilyen kis orvosi szobánk, ahol most egy leukózisos cica lakik, neki ugye muszáj fűteni, valamint az esti világításra használjuk az áramot. A nehéz helyzet ellenére is segíteni próbálnak a még nyomorúságosabb körülmények között működő menhelyeknek. Nemrég a keleti ország részből hoztak kutyákat, amelyekre altatás várt volna. Ez a két kölyök Debrecenből érkezett, Naima pedig Tiszaburáról. Két testvérét már örökbe fogadták. Bájoska egy ausztrál juhászkutya, ő eredetileg kunhegyesi, most itt vár új gazdára. A menhelynek a drágább üzemanyag is nagy terhet jelent. Érkezett hozzánk az ország keleti régiójából egy csapat kutyuska, és mi az autót vissza áruba megpakoltuk nekik táppal, hogy legyen mit enniük. Szombaton délelőtt Angyalka váró rendezvényre hívják az adományozókat és az örökbefogadó családokat. Felajánlásokat gyűjtenek nem csak maguknak, hanem a még nehezebb helyzetben lévő menhelyeknek is.